Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogy érzi magát? A harmadik kérdés, mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt megjelenik ez a kard. Szimbolikusan ő kezébe veszi most ezt a kardot, és elvágja a félelmeket, a bizonytalanságokat, bizonyos kapcsolatokat, és itt megjelenik a korona, tehát itt sikerei lesznek. Sőt, azt is jelenti ez a kártya, hogy szabadnak érzi magát, amire itt a madarak utalnak. Amit ez a kép még jelent, hogy ő komoly és fontos döntéseket hoz, vagy elvárja azt, hogy te hozz döntéseket. A második kérdés úgy hangzott, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt látható egy királynő, és te vagy ez a királynő, amennyiben te egy hölgy vagy. A te kezedben is megjelenik ez a kard, ami utal a te döntéseidre. Te is átteszed magad a félelmeken, és itt lesz közeledés, lesz kommunikáció kettőtök között, hiszen ő úgy érzi, itt az érzelmekről van szó ezen a helyen, ő úgy érzi, hogy fontos, hogy tisztázzatok egymással valamit, hogy legyenek döntések. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt te jelensz meg, ha te egy hölgy vagy, mint egy uralkodó nő. Ő tudja azt, hogy te uralkodsz a gondolataid felett, az érzelmeid felett, uralkodsz a helyzet felett. Itt lesz találkozás, közeledés, beszélgetés. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok, uralkodni fogtok a helyzeten. És mi fűz össze benneteket? Ez a csokoládés kártya, csokis kártya, igen, így mondanám, azt jelenti, hogy élvezd az életet, élvezd ezt a kapcsolatot, ezt a szerelmet. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!